4:09 után járunk, ez továbbra is a ma reggel az M1-en. A szokásos koronavírus körképünk következik Európából, előtte azonban nézzük meg a friss adatokat a világból. Láthatják itt mellettem, mögöttem, hogy a fertőzöttek száma már több mint 149 millió 240 ezer. Ugyanakkor felgyógyultak több mint 86 millió 570 ezeren a betegségből, illetve annak szövődményeiből. Ugyanakkor az elhunytak száma közelít a 3 millió 150 ezerhez. Az adatokat most is a Johns Hopkins Egyetem összesítése alapján közöltük. És akkor jövünk vissza Európába, ma Szlovéniába, Szerbiába és Romániába kapcsolunk. Nézzük először Szlovéniát, ahol az elmúlt napokban számos enyhítést hoztak. Felfüggesztették például a régió elhagyási és a gyülekezési tilalmat. Kinyithattak a vendéglátóhelyek és a szállodák. Magyar Lovrics Mirjana jelentkezik Lendvárról. Nos, Mirjana, az emberek hogyan fogadták a nyitást Szlovéniában? Mindezt egyáltalán mi tette lehetővé? Szép jó reggelt kívánok! Szlovéniát a kormány enyhítési ütemterve, vagyis a kórházban kezeltek száma és a napi új esetszám heti átlaga narancssárga járványügyi fázisba sorolja, ezért tehát a legszélesebb körű enyhítés a tavalyi októberi zárás után. Az emberek a nyitást már nagyon-nagyon várták, legalábbis erről tanúskodnak a városok utcái, a kávézók teraszai. A látvány lényegében olyan, mintha a vírus már egyáltalán nem volna jelen, pedig nem ez a helyzet, a pozitív PCR-tesztek aránya 20% körül mozog. A naponta regisztrált új fertőzöttek heti átlaga pedig még mindig több, mint 600. Itt Szlovéniában egyébként ez a hét, tavaszi szünidei hét, a szlovének hagyományos kirándulási üdülési hete, a régió elhagyási tilalom felfüggesztésének és a szálláshelyek megnyitásának köszönhetően az emberek tömegesen mentek Szlovénia különböző pontjaira üdülni, kirándulni, a tenger mellékre vezető autópálya látványa például a napokban olyan volt, mintha a fő idegenforgalmi szezonban volnánk, és hasonló volt a látvány a szlovén-horvát határátkelőkön is. 120 ezer szlovén rendelkezik horvátországi ingatlannal, így sokak örömére, miután ugye Horvátország egy hónapja enyhített a határátlépési feltételein, most megtette ezt Szlovénia is. Az ingatlannal rendelkezők ugyanis újonnan családtagjaikkal együtt 72 órára elutazhatnak Horvátországba, visszajövetelkor pedig 3 napnál nem régebbi PCR vagy gyors antigén teszt felmutatása ellenében nem rendelnek el nekik karantént. Sokan tehát elutaztak a horvát tengerpartra. Mindeközben a járványügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy ennek a nyitásnak 2-3 hét múlva meg lesz a böjtje, főleg azért, mert Szlovéniában az átoltottság még mindig messze van a kívántól. Említetted itt a végén az átoltottságot. Hol tart, akkor beszéljünk erről, Szlovéniában az oltási kampány? Átlépte a 400 ezeres küszöböt az első dózissal beoltottak száma, ez a lakosság 20%-a, mindkét dózissal azonban az emberek csupán 8,4%-a van beoltva, ami ugye messze nem elegendő ahhoz, hogy megállítsa a vírus terjedését. A teljes átoltottsága 75 évnél idősebbek körében a legnagyobb, 50%-os, a 60-64 évesek körében pedig még mindig csupán 2,5%-os. Az emberek oltakoznának, de nincs elég vakcina, regisztráltak, hiába várják a házi orvosuk hívását. A hatóságok azon terve vagy ígérete, miszerint a nyárig beoltják Szlovénia lakosságának több mint felét, így ebben a pillanatban még eléggé távolinak tűnik, annak ellenére, hogy az országban június végéig előreláthatóan közel 1,9 millió vakcina érkezik. Az egészségügyi miniszter szerint ebből 120 ezer adag már a következő napokban, így szerinte május elején 2-3-szorosára növekszik az oltópontok kapacitása, és ezzel a leterheltsége is. Ezért az oltásnál a terv szerint az egészségügyi dolgozók munkáját a katonaság és a polgári védelem is segíti, majd az oltás zökkenőmentesebb lebonyolítása érdekében pedig már a következő napokban felállítanak egy új központi regisztrációs rendszert is.
Szlovénia után jövünk Szerbiába. Ott minden oltóponton és az egészségházakban előzetes bejelentkezés nélkül is fel lehet venni a Pfizer, a Sputnik és a Sinopharm oltóanyagát. Jól halad az oltás, de a szakemberek szerint gondot okozhat a rengeteg Európából hazatérő vendégmunkás, akik a hétvégi ortodox húsvétra utaznak Szerbiába. Szabadkáról Mészáros György jelentkezik. Kezdjük azzal, hogy milyen szabályok szerint léphetnek be Szerbiába a vendégmunkások, és beszéljünk arról is, hogy ugye az ortodox új év után jelentősen megugrott a fertőzöttek száma. Most is tartanak-e ettől a szakemberek? Köszöntöm a nézőket, jó reggelt kívánok! Nos, a járványügyi szakemberek az ortodox húsvétra Európából hazatérő nagyszámú vendégmunkás miatt aggódnak a koronavírus járvány esetleges újbóli fellángolásától, ettől tartanak. Viszont erre lehet, hogy nem olyan nagy az esély, mint az ortodox új év, illetve karácsony idején volt, hiszen azóta nagyon sok szerbiai állampolgárt beoltottak, és az Európából hazatérő vendégmunkások egy része is már be van oltva. Egyébként a szerb állampolgároknak bármelyik országból is érkeznek, bárhol dolgoznak Európában, nem kell sem negatív PCR-teszt, sem oltási bizonylat, de ugyanez vonatkozik a magyar állampolgárokra is, tehát Magyarországról is bárki negatív PCR-teszt és oltási bizonylat felmutatása nélkül léphet be Szerbiába. Egyébként holnaptól, tehát hosszú hétvége lesz Szerbiában, a közintézmények egészen jövő szerdán kezdenek majd ismét dolgozni, és a középiskolások is jövő szerdán térnek vissza a tantermekbe, míg az általános iskolások egészen a következő hétfőig maradnak tavaszi szüneten. Egyébként az ünnepek alatt a szakemberek, illetve a felügyelőségek szigorúan ellenőrizni fogják a járványügyi intézkedések betartását a majálisi, illetve az ortodox húsvéti ünnepek miatt. Tegnap ülésezett a szerbiai válságstáb is, és úgy döntöttek, hogy nem szigorítanak, maradnak a jelenlegi intézkedések, sőt, a legfrissebb hírek szerint a májusi ünnepek elmúltával, tehát ott május első felében már lépésről lépésre esetleg megnyithatják a most még zárva tartó helyeket is, így például akár az éttermek belső részét is, azonban a válságstáb tagjai arra figyelmeztetnek, hogy a zárt térben tartandó tömeges összejövetelek megrendezésére még hosszú ideig várni kell majd. Egyébként tegnap Újvidéken Alekszandr Vučić szerb államfő jelenlétében lehelyezték az új COVID-kórház alapkövét, amelyet várhatóan majd szeptemberben nyitnak meg. Ez lesz Szerbia harmadik COVID-kórháza. Bár most csökken a kórházban ápoltak száma, ezt elővigyázatossági okokból építik fel, mint egy 600 férőhelyes lesz, és ugye a járvány elmúltával majd rendes kórházként üzemel majd a legkorszerűbb berendezésekkel. Ez annál is jelentősebb, mert Szerbiában az elmúlt 50 évben gyakorlatilag egyetlen kórházat sem építettek. És akkor végül szóljunk néhány szót az aktuális adatokról. A tegnap 15 órakor közzétett legfrissebb adatok szerint 26 páciens vesztett el sajnos a harcot a kór szövődményei következtében. Ezzel a járvány szerbiai megjelenése óta 6312-re emelkedett az elhunytak száma. 2138 új fertőzöttet azonosítottak be, és csak nem 14000 tesztet végeztek el. Kórházakban Szerbia szerte jelenleg valamivel kevesebb, mint 5000 beteget kezelnek, közülük 161-en vannak lélegeztetőgépen. Az oltás pedig jól halad. Biztató eredmény, hogy a 65 és 74 év közöttieknek már mintegy 60%-a be van oltva mindkét dózissal. A 75 év felettiek nagyjából 50%-a kapta meg az oltóanyag mindkét dózisát, míg a munkaképes lakosság esetében ez mindössze 30%-ot tesz ki, a legfiatalabbak esetében pedig csupán 17%-ot, és az oltási kampány folytatásában éppen ezért a fiatalabbak oltására helyezik majd a fő hangsúlyt. Ezek tehát a legfrissebbek Szerbiából, Romániával folytatjuk. Az országot egy érdekes kettősség jellemzi. Amíg egyes területeken alig van érdeklődés a védőoltások iránt, addig máshol sorban állnak az emberek az oltópontoknál. A kolozsvári autós oltóközpont különösen népszerű, és ott van kollégánk is, Szilágyi Szabolcs. Szabolcs, mit tapasztaltál, hogy mennyit kell várakozniuk az embereknek
mennyi embert tudnak ott beoltani, és általában milyen vakcinát kapnak ők? Ebben az oltóközpontban kizárólag Pfizer vakcinával dolgoznak. A sor nagyon-nagyon hosszú, a hátam mögött látható parkolóból kikanyarodva végig a főút mentén áll, és nehéz megállapítani, hogy mennyi ember olthatja be magát, hiszen egy autóban lehet akár 4 ember is, de lehet, hogy csak 2 ülnek, akik igénylik, és meg is kapják ezt az oltást. Reggeltől egészen estig nyitva van folyamatosan, és a most következő ortodox húsvét alatt is nyitva lesz ez az oltóközpont is, akár csak az összes többi az országban, és lehet ide jönni. Ráadásul bárki jöhet, nem csak kolozsváriaknak szól, hanem akárkinek, az egyetlen feltétel, hogy gépkocsival érkezzen. Volt rá próbálkozás, hogy biciklivel, vagy sőt gyalog próbált valaki oltáshoz jutni, de elküldték, frappánsan megoldotta, taxiba ült, kifizette azt a hosszú sorbaállást, és úgy már teljesen rendben volt, megkaphatta az oltást. Nagyon népszerű, első perctől óriási volt az érdeklődés ez az oltóközpont iránt, hiszen ehhez nem kell regisztrálni. Eddig az oltás az oltóplatformon keresztül működött, vagyis előre kellett regisztrálni, és a kapott időpontban kellett jelentkezni. Ez alól már nagy könnyebbséget jelentett az, hogy az AstraZeneca oltásra bárki jelentkezhetett bármikor azokban a központokban, ahol ezzel oltottak, és akkor a következő lépés, ez a drive-thru, ez az áthajtásos oltás, nem csak Kolozsváron van ilyen, hanem Déván is, és Bukarestben is fog majd nyílni, egy Bukarestben ráadásul 6 sávon fog majd haladni a kocsisor, és itt semmiféle regisztráció nem szükséges, talán ez magyarázza a népszerűségét. Itt Kolozsváron mindenképp óriási népszerűségre tett szert, nagyon sokan igénylik így az oltást, és egyébként is Kolozsváron sokan akarnak oltást kapni. Sok helyen viszont szinte senki nem érdeklődik az oltások iránt, nem hogy taxiból nem, hanem máshogy sem. Mi ennek az oka már? Nem annak, hogy taxiból nem, hanem hogy egyáltalán nem érdeklődnek az oltások iránt. Valószínű, hogy az adatok, amik az egész oltási, az egész járvány helyzetet Romániában végig kísérték, hogy voltak olyan részek az országban, például Kolozs megye, például Temes megye és Bukarest, ahol rengeteg tesztet végeztek, és az adatok mindig is rosszak voltak, nagyon magas volt az arány, és voltak olyan megyék, és vannak továbbra is, ahol alig teszteltek, ezért nagyon kevés esetet regisztráltak, és az emberek valószínűleg abba a téves hitbe ringatták magukat, hogy ott nincs súlyos helyzet, nincs jelen a járvány, és tulajdonképpen ezt tükrözi most az oltási kedv is, ott, ahol magas volt az esetszám, nagyon sokan akarnak oltást kapni, ott, ahol nem, pedig van olyan, hogy egyszerűen az online platformon regisztráltak, elfogytak, és bár van oltási kapacitás, van oltóanyag, nincs jelentkező, aki beoltassa magát. Egyébként a kormány most a román mulatós, a Manele énekeseket akarja bevetni és arra bíztatni őket, hogy győzzék meg az embereket arról, hogy oltsák be magukat. Reméljük, hogy sikerrel jár a kampány. Szabolcs, még nagyon röviden beszélj kérlek arról, hogy mit mutatnak a legfrissebb járványadatok, és mennyire leterheltek az egészségügyi intézmények. Mivel eltolódás van az adatok között és a kórházi ágyakon fekvők száma között, az adatok azok jó fele mutatnak, csökken most az esetek száma, viszont a kórházokon továbbra is nagy a nyomás, a kórházi ágyak nagy arányban elfoglaltak, és ez a kettősség, ez kb. Ilyen 3 hetes átfedést mutat, ezt mondják a szakemberek, hogy a mostani csökkenő esetszám az körülbelül 3 hét múlva fog megmutatkozni a kórházi ágyak és az intenzív ágyak esetében. Akkorra várható, hogy egy picit csökken a nyomás az egészségügyi rendszeren is, és felszusszanhatnak, hiszen úgy tűnik, hogy a napi regisztrált esetszám az csökken Romániában. Ezzel együtt már az 5 millió beadott vakcinát meghaladta Románia, európai szinten sereghajtónak számít, nagyon kicsi a beoltottak aránya. Ezek voltak tehát a legfrissebbek Romániából, illetve Szlovéniából és Szerbiából. Magyar Lovrics Mirjánának, Mészáros Györgynek és Szilágyi Szabolcsnak köszönjük szépen!